Nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Kimondani is nehéz, immár a 23. örményesi falunapon. Mielőtt elmondanám, hogy mi minden vár azokra, akik meghozták azt a parádés döntést, hogy velünk töltik ezt a napot, és már itt vannak ezen a korai órán is, szóval nem sokára elmondok minden programot, de kérem, előtte engedjék meg, hogy nagy tisztelettel megkérjem polgármester urat, Török Tamást, hogy ossza meg velünk gondolatait, és valamit hozott is, de hogy mit, azt majd ő fogja elmondani nekünk. Az majd a beszéd végén kiderül. Köszönjük. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeim, kedves örményesiek! Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ahogy elhangzott már, immár a 23. falunapunkon. Örömet okoz számomra, hogy ismét megnyithatom a rendezvényt. Községünkért dobogó szíveknek köszönhető ez a színes rendezvény. Úgy érzem, hogy egy kis település életében fontos, hogy legyen egy nap, ami a falunkról szól. Mindig törekedtünk arra, hogy az itt élők és az ide látogatók színes élményekkel talán napot töltessenek el velünk. Láthatják, hogy ez egy élhető település. Összközművel rendelkezünk, ami szintén egyedülálló az ilyen kis lélekszámú községeknél. Kevés település mondhatja el magára, hogy három kastélyjal rendelkezünk, közülük az egyiket, a Glázer kastélyt, idén újítottuk fel. Idén először örményesi ösztöndíjat hoztunk létre, mellyel általános és középiskolásoknak tudtunk támogatást nyújtani. Ezek az eredmények az itt élőket szolgálják, és büszkeséggel tölt el engem. Örményes a születésem óta otthonom, mely számomra a világ közepe, és a sok segítő, felajánló, támogató azt erősítik bennem, hogy számukra is kincs ez a kicsiny falu. Mindig azt éreztem, hogy jó itt élni. Nyugalomban és biztonságban érezhetjük magunkat, hisz a sok év alatt egymásra odafigyelő, törődő emberek közössége ez. Sok segítő már az első falunapon részt vett és tett ezért a napért. Bizonyíték erre, hogy nálunk főzik a legízletesebb lecsót, a legfinomabb lángost, a legédesebb süteményeket, illetve a legpompásabb ebédet. Ezeket nem tudom eléggé meghálálni a segítő kezeknek, de egy személyt ma mégis kiemelnék, hisz több éve már, hogy falunaponkon és elég rendezvényeinkön a remek főztjével lep meg minket. Ő Papp László, akinek szeretném megköszönni egy csekély ajándékkal ezt a kimagasló munkát és a finom ételeket. Én megkérném, hogy fáradjon fel a színpadra, hisz az egyik motorjáról van szó ennek a rendezvénysorozatnak. Éjjel, Lassi! Gonosz módon azt is megkérném, hogy bontsa ki az ajándékot, pedig ez nem szokás. Próbát kérünk. Reméljük jó a művel. Ezt azért kértünk segítséget, hogy mit írjunk rá, de így is gondoljuk. Éljen a szakács! Így van. Mutasd magad, Lacikám! Ne! Ó, ne haragyos, egy tapsot kérnék a szakásnak, mert mind nagyon sokat szakács. Dolgozik és izzad a bográcsok mellett a finom ételért. Nagyon szépen köszönöm. Négy acet, ezt is odaadom. Az meg a hajándi. Nagyon köszönöm a figyelmet. Kívánok mindenkinek kellemes napot és jó szórakozást, és érezze magát mindenki nagyon jól. Köszönöm szépen. Én pedig nagy tisztelettel köszönöm szépen polgármester úr szavai, és ezennel a falunapot megnyitottnak is tekinthetjük. Már ezután, ó, élem világom, kis kalapom a jobb szememre vágom, jobb szememről a bal szememre vágom, csak a leszerelő kis könyvemet vágom.
hátra borult, felettem az ég is, elhagyott a régi szeretőm is. Már ezután két szeretőt tartok, az egyiktől a másikhoz járok, ha az egyik ügyen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, majd az megvigasztal. Ha az egyik ügyen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, majd az megvigasztal. Zöld erdő bennem magas, zöld erdő bennem magas a juharfa. Kicsi madár a fészkét, kicsi madár a fészkét oda rakja. Az erdei dalos madárnak is van párja. Csak én magam egyedül, csak én magam egyedül vagyok állva. Este szoktam sejelhagy, este szoktam a lovamat itatni. Reggel itt tart sejelhagy, reggel itt tart a szerszámot rárakni. Lovam hátán csillag ragyog, nem szerszám. Egy selegény sejelhagy, egy selegény ki a lányokhoz nem jár. Lovam hátán csillag ragyog, nem szerszám. Gyesse legény seje, hogy gyáva legény ki a lányokhoz nem jár. Ennek a kislánynak rövid a szoknyája. Mondtam az anyjának, várjon fodrot rá. Azt mondta a kedves édesanyja, nem volt fodrot rája. Akinek nem tetszik a lánya, ne járjon utána. Ennek a kislánynak hosszú a föltérje. Mondtam az anyjának, hogy vágjon le belőle. Azt mondta a kedves édesanyja, nem vág le belőle. Előbb is, utóbb is, asszony lesz belőle. Azt mondta a kedves édesanyja, nem vág le belőle. Előbb is, utóbb is, asszony lesz belőle. Nem vagy az zsebkendő, négy sarka, simára van vasalva. Mind a négy sarkába a babám leve van varva. Egyik szőke, a másik barna, a harmadik csodaszín. Megállj te, csodaszín, majd eszedbe jutok még, majd eszedbe jutok, babám, de már akkor késő lesz. Majd haj az én szívem, nem art ilyen másé lesz. Békástó, halastó, jaj, de sáros a partja. Arra jár a rózsám, sejem kendő van rajta. Rád költöttem a fél pengőmet, azért olyan csodaszép. Megállj te, csodaszép, majd eszedbe jutok még. Majd eszedbe jutok, babám, de már akkor késő lesz. Majd haj az én szívem, nem art ilyen másé lesz. A faluban nincs több kislány, csak kettő, az egyiket el
meg a kapuban neveti, neveti, hogy őtet a segédjegyző szereti, szereti. Kiültek a vénasszonyok a padra, Isten tudja, miről folyik a pletyka, a pletyka. Nem kérem én a jó Isten csak arra, csak arra. Valamennyit ragasszol le a padra, a kis padra. Nem kérem én a jó Isten csak arra, valamennyit ragasszol le a padra, a kis padra. Nem kérem én a jó Isten csak arra, csak arra, valamennyit ragasszol le a padra, a kis padra. Erdő, maroszéki kerek erdő, madár lakik benne, madár lakik 12. Cukrot adnék annak a madárnak, dalolja ki nevét a babámnak. Csárvás kis angyalom, érted, fáj a szívem nagyon. Búza, 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 de szép tábla búza. Annak közepébe kinyílott a rózsa. Tüskés annak minden ága, nem állja a madár lába. Csárvás kis angyalom, katona híredet hallom. Tüskés annak minden ága, nem állja a madár lába. Csárvás kis angyalom, katona híredet hallom. Tüskés annak minden ága, nem állja a madár lába. Csárvás kis angyalom, katona híredet hallom. Polgármester úr, tényleg fontos egy ilyen nap egy település életében? Szerintem igen. Szerintem ez az egyik legfontosabb nap egy település életében. Ez ilyenkor a falu apraja nagyja összegyűlhet, és ez a rendezvény mindig róluk szól, illetve az ide látogatókról, hisz egy nap van az, amikor visszaadhatunk valamit a lakosoknak, és mert ők rengeteget adnak nekünk, illetve hogy ezt a településben mutassuk úgymond a vendégeink számára. Rengeteg programmal készültünk idén is, illetve készültek a segítők. Én szerintem a mi újdonság az eddigi évekhez képest, ugye volt egy egészségsátor, illetve van egy egészségsátor, ahol ingyenes szűréseket végeznek el, és a szűrés mellé még egy kis ételt és egy kis burgurt, illetve egy salátát kapnak a odalátogatók. Emellett ugye minden évben most már elmondhatom büszkén, hogy a pacsirták fellépnek a színpadon, az örményesi pacsirták, ezért vagyok nagyon büszke, az a vodásaink lépnek fel, illetve két sztár vendéget is hívtunk, Kacor felé nem soká lép fel, illetve a Raúl, a fiatalok, hát úgy tűnik, hogy kedvence, és azt mondták, hogy dúdolni fogják a számaikat, de természetesen egyéb kísérő műsorokkal is készültünk, a Trónok harcából animátorok, illetve Pókember is jelen van a rendezvényen, ő is megnézi Kacor felét szerintem, illetve népi játszótér, ez mindig egy nagyon vonzó a gyermekes, családos embereknek. Régvár van még kint, illetve rengeteg árus érkezett, szerintem idén megdöntjük a rekordot, mindenfajta finomsághoz lehet nekik náluk vásárolni, és még rengeteg színes program lesz a nap folyamán. Én ha jól tudom, csak 5 percek vannak a díjkiosztókra, mert mindig van valaki a színpadon és előadó művész. Aminek még nagyon örülök, hogy állatsimogató is van, itt ugye lehet különleges sülőket, házi állatokat is, mert sajnos falul lakunk, de már egyre kevesebb kecske van, és itt ezeket meg is lehet simogatni, csodálni, illetve kígyók, siklók, és nekem a legérdekesebb volt a kopasztengeri malac, amiről megtudtam, hogy
laboratóriumi körülmények között képződött szegényke, és a természetben nem lehet meglátni, viszont egy nagyon különleges állat. Aki tudja, az nézze meg. Jönnek tényleg, ahogy ön is mondta, hogy a vendégek számára, jönnek más településekről is, átruccannak a falunapra, vagy csak helyiek vannak, és mindenkit ismer arcról minimum? Hát szerencsére arcról sok falusit is van, de nagyon örülök neki, hogy sok idegen arc is van. De én úgy érzem, hogy a térségben azért megmozdulnak az egymás települései irányába. Itt azért a falunap ugye szinte minden településen van egy falunap, vagy annak nevezhető nap, de minket még összeköt egy külön rendezvény is, a Vándorló Bogrács hét települést, és én azt látom, hogy ez kezd beérni, hisz onnan ismerős arcokkal is találkozok, de szerencsére kívülről is jönnek, tehát más településekről is. Rengeteg programban, elképesztően színes a falunap, szerintem a környékben az egyik leggazdagabb falunap. Direkt? Van ez így? Mert ebben rengeteg munka és pénz is van. Más településeken azért ennyire nem gazdag a felhozata. Hát bevallom őszintén, pénz sajnos nincs olyan sok. El kell mondanom, hogy ugye azért egy kis falu alacsony költségvetéssel dolgozik. Igazán, amit szerintem a külső szemlélő lát, hogy rengeteg szív van ebbe a településbe, rengeteg segítő van, és rengeteg olyan programot próbálunk kínálni az ide látogatóknak, hogy azért ne egy fél órát, órát tudjon eltelteni, illetve ne csak egy sztár vendéget lásson, hanem egy kis a napját el tudja tölteni, egy kicsit a hűvös belárnyékoljon, illetve mindig találjon magának valami érdekességet. Összetartó egyébként a település lakossága? Hogy látja, ez egy összekovácsolódott közösség? Hát megmondom őszintén, gyermekkoromban nagyon-nagyon összetartó volt. Azt nagyon nehéz azt a szintet elérni, hisz ott egymáshoz jártunk el segíteni, más életvitel volt, de nekem nagyon örömszem van, hogy kezd visszatérni. És tényleg, ahogy elmondtam, hogy a legnagyobb büszkeség egy ilyen falunapban az a rengeteg kéz, aki tesz hozzá valamilyen módon, és az a rengeteg ember mosolya, illetve izzadsága is, aki ezt létrehozza, és szerintem ettől szép ez a falunap. És tényleg jönnek oda, hogy ezt hozzáraknánk, abban segítenénk, ezt adnánk, tehát nem csak kapni, hanem adni is szeretnének? Szerencsére a településen elég sok ember van, aki úgy érzem, hogy adni is akar, és úgy érzem, hogy ezt az életű települést meg szeretné tartani, és ezt a közösséget nagyra tartja. És ez nagy öröm számomra, és minden korosztályból. Ami még nagyon fontos, hogy minden korosztály bekapcsolódik ebbe, és igen, azt kell mondanom, hogy a mai világban hihetetlen, de van olyan ember, aki azt mondja, hogy magától, és akar segíteni, és le a kalappal előttük. Utolsó kérdésem, mi a kedvenc programja? Hát én egy kicsit elfogult vagyok, a motorozás az nekem egy szívemvágy, én nagyon szeretem a motoros bemutatót. Nagyon sajnálom, hogy nem itt tudjuk megtartani egy kintebb, de én azt nagyon szeretem. De bevallom őszintén, igazság szerint nekem azok a programok tetszenek, amit a családok élveznek, illetve a családok szeretnek. Az egyik legfontosabb számomra és a testület számára is, hogy mind a légvár, mind a játékok, mind a lehetőségek mindig ingyenessé próbáljuk tenni, mert a legfontosabb az, amikor egy mosolygó kisgyereket lát az ember, és a szülő is mellette vele együtt örül. Ennél szerintem fontosabb nincs. Bármilyen sztár vendég is jön, bármennyire is szeretjük, nekem ez mindig ez lesz a legfontosabb. És akkor most az iskolába menősöket szeretném megkérni, hogy icipicit lépjetek ki, Robi, Nellike, Niki, ki megy még iskolába? Ennyien, jó. És akkor odaadnám neked, Nellike, és mondd el a... Egyszer régen, édesanyám, megfogta a kezemet. Kicsit féltem, mikor az óvodába vezetett. Csodálkoztam, mennyi játék, mennyi asztal, mennyi szék. Gyorsan múlt a legelső nap, gyorsan futott el a hét. 4 év telt el, 4-szer láttuk az óvoda ablakán, hogy zöld lombok integetnek, vagy száraz ág van a fán. De közben úgy megnőttünk, hogy az ágyunk kicsi már, mesesarok helyett holnap az iskola padja vár. Egyszer volt egy nagy csoda, neve Bilka iskola. Ki nem szól csak bégetet, az kapott dicséretet.
ki oda se ballagott, még jutalmat is kapott, így hát egy se ment oda, meg is szűnt az iskola. Kivolgatt az iskola, kapuját kitárva, kis pajtásom, gyere hát, menjünk iskolába. Számolunk és olvasunk, vidám nóta járja. Kis pajtásom, gyere hát, menjünk iskolába. Jó barátunk lesz a könyv és a fali tábla. Kis pajtásom, gyere hát, menjünk iskolába. És hogy ostoba, egy nap elrejtette kincseit, de nem jut eszébe hova. Míg a kincseket meg nem leli, a rejtek helyeket sorra veszi, jaj, mindent elfelejt, hova teszi, hát magában így keresi. Kincs a kincs, a kezemben nincs, a kezemben nincs a kincs. Míg a kincseket meg nem leli, a rejtek helyeket sorra veszi, jaj, mindent elfelejt, hova teszi, hát magában így keresi. A kincs, a zsebemben nincs, a kezemben nincs, a kezemben nincs a kincs. Míg a kincseket meg nem leli, a rejtek helyeket sorra veszi, jaj, mindent elfelejt, hova teszi, hát magában így keresi. A kincs, a cipőben nincs, a zsebemben nincs, a kezemben nincs, a kezemben nincs a kincs. A rejtek helyeket sorra veszi, jaj, mindent elfelejt, hova teszi, hát magában így keresi. A kincs, a nyakamban nincs, a cipőben nincs, a zsebemben nincs, a kezemben nincs, a kezemben nincs a kincs. Míg a kincseket meg nem leli, a rejtek helyeket sorra veszi, jaj, mindent elfelejt, hova teszi, hát magában így keresi. A kincs, nadrágomban nincs, nyakamban nincs, a cipőben nincs, a zsebemben nincs, a kezemben nincs, a kezemben nincs a kincs. Míg a kincseket meg nem leli, a rejtek helyeket sorra veszi, jaj, mindent elfelejt, hova teszi, hát magában így keresi. A kincs, a fülemben nincs, nadrágomban nincs, a nyakamban nincs, a cipőben nincs, a zsebemben nincs, a kezemben nincs, a kezemben nincs a kincs. Míg a kincseket meg nem leli, a rejtek helyeket sorra veszi, jaj, mindent elfelejt, hova teszi, hát magában így keresi. A kincs, az ingemben nincs, a fülemben nincs, a drágomban nincs, a nyakamban nincs, a cipőmben nincs, a zsebemben nincs, a kezemben nincs, a kezemben nincs a kincs. Míg a kincseket meg nem leli, a rejtek helyeket sorra veszi, jaj, mindent elfelejt, hova teszi, hát magában így keresi. A kincs, a fejemben nincs, az ingemben nincs, a fülemben nincs, a drágomban nincs, a nyakamban nincs, a cipőmben nincs, a zsebemben nincs, a kezemben nincs, a kezemben nincs a kincs. A kincs, a fejemben, ingemben, fülemben, nadrágban, nyakamban, cipőben, zsebemben, kezemben nincs, kezemben nincs, nálam nincs, nálam nincs a kincs. Az egészségfejlesztési iroda Török Szent Miklóson a tavalyi évben, 2018. szeptemberétől kezdte meg munkáját Török Szent Miklóson és a település, környező településeken a járásokban. Különböző programokkal, prevenciós programokkal vagyunk jelen minden településen, és ilyen falunapokon az egészségvásár sátorral, különböző szűrésekkel vagyunk jelen, ételkóstolóval, egészséges ételek receptjeit hozzuk az érdeklődőknek, és felvilágosító munkát végzünk. Mi iránt érdeklődnek leginkább azok, akik betérnek a sátorba? Mi érdekli őket? A saját egészségük? Hát persze, többnyire a saját egészségük. Igen, és akkor itt meg hát a szűrésekre van lehetőség, de felhívjuk a figyelmüket, hogy milyen programokkal tudnának még az egészségükért minél többet megtenni az emberek.
Van olyan, hogy valakiről kiderül valami olyan egészségügyi probléma, ami miatt azt mondják, hogy na, tessék gyorsan orvoshoz fordulni? Hát mivel hogy itt a vérnyomás mérése a fő, igen, hogyha magas a vérnyomás, akkor mindenképp tanácsoljuk, hogy a házi orvosát keresse meg. Meg hát ugye nekünk, amit már többször mondtam, hogy vannak programjaink, ott a szívérendszeri klubunkba is lehetne, hogy jöjjenek, és ott különböző hasznos tanácsokat is tudnak a résztvevők. Tényleg szerepet játszhat ez abban, hogy egy egészségesebb társadalom legyünk? Tehát tényleg előre mozdíthatja ez azt, hogy az emberek sokkal jobban figyeljenek magukra, hiszen azért alapvetőleg gondolom ez a lényeg. Én azt gondolom, hogy igen, hogyha komolyan veszik a tanácsainkat, és megfogadják azt, hogy eljöjjenek egy-egy ilyen klubunkra, klubfoglalkozásra, akkor olyan szerteágazó, felvilágosító programokkal állnak elő az előadók, hogy én azt gondolom, hogy hasznos, és megtehetnek mindent azért, hogy egészségesebben éljünk. Egészséges ételekről és azok kóstolásáról is szó volt. Mit kapnak azok, akik erre járnak? Hát nagyon nagy sikere volt a bulgoros ételünknek. Milyennek? Bulgurral készült. A cukini fasírt nagyon ízlett mindenkinek, és a salátáink. Finomak voltak. Mondta az előadása közben, hogy tényleg milyen messziről, Dombóvárról, meg honnan eljöttek. Ismeri névről, meg arcról a közönség egy részét, követik önt az országban tényleg, vagy ez csak valamilyen ilyen jópofa előadó művészi dolog? Nem, ez tényleg, ez valós dolog, és nagyon megtisztelő számomra, hogy most volt éppen meglepett egy ilyen molinót hoztak, és rá volt írva, hogy 500 dombóváriak, és mondom, mi az 500, és akkor mondják, hogy ez az 500. fellépés, mert ők 7 éve követnek, és pénzben nem ismerem mondani, hogy mennyit autóztak el, hát ez nekem egy jó... Ez elképesztő! Igen, és tényleg Nyíregyházáról, Dombóvár, Hódmezővásárhelyről. Fantasztikus érzés, mikor az ország másik felén vagyok, és akkor meglátom az első sorba ezeket az embereket. Emlékszik az első színpadra lépésére? Igen, izgultam nagyon. Mikor volt az? Hol volt az? Az 74-ben volt, és azt hiszem karácsonyi nap volt, amikor még zenekarral működtem, és azon nagyon-nagyon izgultam.
Mondta a fellépésénél, hogy na majd ez a dal rajta lesz az új albumon, ami azt jelenti, hogy termékeny művész, saját magának írja a dalokat és szövegeket, és egyedül dolgozik? Teljesen egyedül, igen. A hangszereléstől a stúdió munkákig mindent saját magam csinálok, és szeretek vele foglalkozni, és föl is tört. Hát a dalírás, éppen tegnap voltam egy fellépésen, mondja a srác, hogy egy hét alatt írt 10 akárhány dalt. Hát nem akarok ilyet mondani, mert Isten ments, hogy én más biráljak, mert vannak nagyon tehetséges emberek, de hát én szerintem, ha nem onnét kapja az ember, akkor az le lehet ülni és meg lehet írni, csak hát mennyire lesz az maradandó. Van még CD eladás egyáltalán? Érdemes még korongot megjelentetni? Vagy hát most már CD lejátszók se nagyon vannak, nemhogy CD lemezek. Hogy látja ezt? Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést, mert éppen autót cseréltem, és hát keresem a CD lejátszót, és nincs benne CD lejátszó. És akkor döbbentem rá. Bluetooth, MP3, SD kártya. Igen. Hát mondom, atya úristen, hát itt tart már a világ, akkor én úgy néz ki embertem, de hál' Isten, visszatérve a kérdésre, hogy el tudok adni igenést fellépések alkalmába, még az én közönségem egy olyan korosztály, aki szereti kézbe fogni, aláírva, dedikálni, természetesen olyan áron kell adni, hogy az megfizethető legyen, meg hát valahogy népszerűsíti az ember a dalokat. Utolsó kérdésem, merre tovább? Sok fellépése van? Hívják? Megy a szekér? Hál' Isten, igen. Hát próbálja az ember úgy féken tartani magát egy kicsit, amit a test megkíván. Még 2 fellépésem van, Eger fölött, meg egy Szlovákiába, és akkor hazafele megyünk. Isten áldja, vigyázzon magára, jó utat! Nagyon szépen köszönöm, és szeretettel köszöntöm a tévénézőket, és minden jót kívánok! Mit csinál most a szervező egy nagy tálcával a kezében? Most éppen a főző versenynek a zsűri tagjainak visszük az ebédet, és megkezdődik a zsűrizés. Hogyha jól tudom, akkor mindenki megkapta a húst, megkapta a krumplit, de hogy mit főzzön belőle, az nem volt megadva. Nem, azt mindenki saját maga dönthette el, illetve nem volt muszáj köretnek a krumplit elfogadni, ki mivel szerette volna elkészíteni a köretet, úgyhogy az rá volt bízva a versenyzőkre. Hány csapat vállalta a megmérettetést? 6 csapat indult ezen a főzőversenyen. Leginkább pörköltek? Mert ha jól látom, akkor leginkább azok. Igen, pörköltek, de ugye kinek milyen az ízvilága, mivel milyen extra fűszert tesz még bele, ugye 2 csapatnál más köret volt, mint krumpli, úgyhogy változatosak lesznek szerintem az ízek. Tavaly nem volt főzőverseny, most igen. Igény volt rá, hogy legyen? Volt rá igény, igen. Igen, ez azért egy jó kis kikapcsolódás, családtagokkal együtt kijönnek a főzőversenyzők, és mindenki jól tudja magát érezni, hiszen az étel hozza legközelebb egymáshoz az embert. Mennyire így van. Mit nyer a nagy taps mellett az, aki a legfinomabbat főzi az idei évben? Hát ajándékcsomagot fognak kapni a győztes csapat, illetve oklevelet fognak a többi résztvevő kapni. Mezőtúrral érkezett? Mezőtúrral vagyunk, az egész csapat. Uh-huh. Igen. És direkt azért jöttek, hogy főzzenek? Nagyon szeretünk főzni, meg focizni. Ez a 2 fő, ami mozgatja a rugót itt a csapatban. Mi szépet főzött, mi finom? Sertés pörköltet, mert azt hallottuk, hogy ezzel lehet benevezni itt erre a örményesi falunapokra. Kapott 5 kiló hús, és akkor ahhoz még mink egy kicsit tuningoltunk, egy kis füstöltet, egy kis körmöt, csülköt, reméljük, hogy így. Akkor tényleg jól feltuningolták. Oda tudunk jutni, reméljük a dobogónak valamelyik fokára ezzel a kis... Elmeséli, hogy készítette? Úgy kezdődött, mint mindig? Tehát, hogy hagymát, zsíron? Igen. Olaj vagy zsír? Nem, zsíron, csak zsír. Ugye, az olaj az autóba való, azt mondják. Olaj nincs is otthon, aha, nálam se. Aha. Én főzök minden nap, mai napig is konyhát vezetek otthon, de olajat nem tartok otthon. És akkor a hagymát zsírban? Hagymát megpirítom, utána egy kicsit megdíszelem a hús rajta, vagy amelyiket először most az következett, hogy füstöltet bele először, mert annak kellett egy órával több fővés, főtt egy órát a füstölt, utána hozzá a többi hozzávalót, és a főszerezés az is egy a bevett só, bors, kömény, mag, fokhagyma, nagyon fontos. Én tettem bele 3-szor annyit, mint más, szerintem. Olyan, mint a 3-4 fej fokhagymát. Mert a fokhagyma az mindenben jó, meg szerintem az nem ront el semmit. És akkor legvégén még azt szerettük volna, hogy még finomabb legyen, mondjuk 15 szem egész burgonya megpucolva. És az belement? Úgy, egész, igen. Az úgy
És akkor ki van osztva nekem, de én vagyok a osztó, és akkor az van, hogy mindenkinek egy szem krumpliát. Mert Szakács úr lusta volt többet kucolni. Nem, amíg hús van, minek együnk krumplit, azt mondja. Az olyan, nekem az is egy olyan, hozzátartozó a pörköltnek egy olyan, egy kis tört burgonya, vagy hasábburgonya, vagy az, ami. Itt azért szoktam egybefőzni bele egész krumplit, hogyha esetleg marad ki, akkor el lehet tenni. Tehát nem az van, hogy hamarabb romlik, hanem mit tudom én, hónapra el lehet tenni, nem budjam meg. Hát sok sikert kívánom, hogy ezek után, kőkemény és nagyon-nagyon lelkiismeretes munka után nyerjenek is valamit. Köszönjük szépen a jó kívánságokat. Mit főztek? Pápai pincepörköltet. Mitől lesz pápai egy pincepörkölt? Eredetileg pápáról indult ez, és pápában volt egy olyan, hát végülis egy ilyen kocsmaszerűség, de egybe volt étterem is, és ott a Szakács egyszer kitalálta, hogy tegyünk bele almapaprikát, marha és sertéspörköltbe, és adott neki egy olyan pikáns ízt, ami ugye így elterjedt. És mivel apukám ugye pápáról származik, ugye elhozta velünk ezt. Honnan tud maga ilyeneket? Hát sokat beszélgetünk, és ugye nagyon sokat mesélt róla, meg ugye jártam én is ott, és ugye be is tértünk ebbe a étkezdébe. Ugye mai napig lehet náluk kapni, és tényleg teljesen úgy csinálja, mint ahogy ott lehet kapni, szóval nagyon sokat. Fantasztikus. Milyen köretet készítettek hozzá? Krumplit főztünk hozzá, igen, az még most fő amúgy. Fontos, hogy milyen eredményt érjenek el a versenyen, vagy az a fontos, hogy jól érezzék magukat? Vagy mind a kettő? Hát egyértelmű, hogy az a fontos, hogy jól érezzük magunkat, ugye jöttek a barátaink is, és ugye egy jó hangulatot teremtettünk. Hát az ugye már csak másodlagos, hogy milyen helyezés érünk el. A lényeg, hogy szerintünk finom lett, mi szeretjük, úgyhogy ez a legfontosabb, meg ugye azt a családot. Miben vette ki ön a részét? Konkrétan mit csinált? Hát többnyire a zöldségeket készítettük előre, ugye bekucoltam a krumplit, ugye a hagymát felvágtam, és ugye jóformán ebbe. Ugye apu csinálta a húst, ugye a fűszerezést azt megint mit csináltuk, szóval így megosztottuk a munkát. Helyiek, idevalósiak? Hát eredetileg nem, hanem ilyen összeszedett család vagyunk, mert apu pápáról van, édesanyám Pestről, és mindketten leköltöztek Törökszentmiklósra, és ugye én oda is születtem, de viszont ugye onnan 3 évvel elköltöztünk ide ki a nagymamáink után, és ugye azóta itt élünk is. És hogy érzik magukat itt ennyi különböző településről, pont itt összegyűlve? Hát én nagyon jól érzem magam, nagyon szeretem ezt a vidékes életet, sosem szerettem a nagyvárosi életet, és ugye ez így most nekem nagyon tetszik, ugye, hogy állatokat tartunk, ugye termesztünk, és ugye ez nekünk így nagyon bejön. Szóval én örülök, hogy ide költöztünk. Üdvözlöm Önöket! Mit főztek, és hogy együtt? Úgy, hogy egy csapatba tartozunk, öregek klubjában, ők énekelnek, ők a pacsirta együttes, és így főztünk borsostokányt tarhonyával. Akkor nem fogadták el a krumplit, mint köretet? Nem. Mi egy kicsit átgondoltuk, újra gondoltuk. Kik főznek jobban, a férfiak vagy a nők? Mert azt mondják, hogy a pasik, bográcsos, kültéri dologban jobbak, mint a nők. Mi a véleménye? Hát nekem a véleményem az, hogy én mindig nőpárti voltam. Ennek örülünk. Hogy a nők azért csak jobban főznek. Én meg azt mondom, hogy együtt. De a férfiak is jól teszik magukat. Ki mit vállalt egyébként? Pont ezt akartam képzelni, hogy a hölgy inkább a finom dolgokat, az úr meg a nehezebbeket? Hát igen, ugye hát rám hárult az a feladat, hogy a húst előkészítsem, ízesítsem, és ugye utána, mivel mi elmentünk énekelni, a Erzsike felügyelte a bográcsot, hogy azért jó. A tarhonyát meg én készítettem. Tehát inkább a hús a férfi ember, a köret meg a hölgy. Az izommunka jobban a férfiaké. És hogy sikerült? Milyen lett a végeredmény? Hát nagyon finom. Majd még ezután dönti el a zsűri, meg most fogtak hozzá a idősek klubjai enni, őket tessék megkérdezni, hogy ők az igazi zsűri. Igen, hogy ízlik-e nekik, vagy nem ízlik nekik. Hát mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy jó sikerüljön. És jól is sikerült. Ennyi. Isten áldja magukat. Ebédeltek már? Nem. Akkor jó étvágyat kívánok. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk.